Látványos idővonalon mutatják be az önálló magyar ügyészi szervezet történeti előzményeit és főbb állomásait ezek a tablók. Az utazótárlat egy nagyszabású kiállítás része, melyet a legfőbb ügyészség állított össze még 2021-ben a modern ügyészi szervezet fennállásának 150. évfordulójára. Az önálló, bíróságtól független ügyészi szervezetet létrehozó törvénycikket 1871. június 10-én hirdették ki. Jogtörténeti fordulópont volt ez. A törvénycikk a kiegyezés után az igazságszolgáltatás függetlenségének egyik zálogává vált. A kiegyezést követően a magyar államszervezet kicsit visszaállt az önálló magyar államiság jogintézményeihez, és gyakorlatilag az önálló ügyészi szervezet létrehozásának az volt a jogpolitikai indoka, hogy az akkor nagyon modernek, ma már szinte természetesnek vett jogelv alapján az ítélkezést, a vádképviseletét és a védelmet el kellett különíteni egymástól, tehát önálló szervezetrendszert kellett ellen létrehozni. A kiállítás megnyitóján elhangzott, a társszervekkel való szoros együttműködés nélkül az ügyészség sem lehetne sikeres igazságszolgáltatási szervezet. A megyei főügyész kiemelte, a modernkori ügyészség legfontosabb feladata, hogy közvádlóként érvényesítse az állam büntetőjogi igényét. Ma már azonban nem csak büntetőjogi feladatai vannak a szervezetnek, közjogi, közérdekvédelmi feladatokat is ellát, többek között gyermekvédelmi, fogyasztóvédelmi, állatvédelmi ügyekben is eljár. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében működik a főügyészség és 6 járási ügyészség, mintegy 98 fő az ügyészek létszáma, plusz az ügyészek munkáját segítő kollégák is dolgoznak, tehát körülbelül egy 200 fős létszáma dolgozik az ügyészi szervezet a megyében. Bűnözés szempontjából a fertőzöttebb megyék közé tartozik a megyénk, és mivel uniós külső határunk van, ráadásul most az Ukrajnában zajló események miatt ez még inkább felértékelődött, ezért büntetőjogi szempontból elég feszített munkát végez az ügyészségünk, akár gondolok itt a gazdasági költségvetés sértő bűncselekményekre, de például a határon a tiltott határátlépés, az embercsempészés, vagy a különböző árucikkek csempészete, ez mind-mind megjelenik, és ezekben az ügyekben kell képviselnünk a közvádat. Az önálló magyar ügyészség fennállásának 150 éves évfordulójára összeállított kültéri utazótárlat május 16-áig látható a Móricz Zsigmond megyei és városi könyvtár előtt.